A mesterképzés célja, hogy a jelölt a magasabb szintű szakmai elismertséget jelentő mestercímet megszerezze. A mesterlevél bizonyítja, hogy annak birtokosa a szakmáját magas fokon folytatja, tehát egy diplomával felér, ugyanakkor képes tudásának átadására és fiatal szakemberek nevelésére. A megyei kereskedelmi és iparkamarában többek között cukrászoknak, fodrászoknak, villanyszerelőknek, pincéreknek és karosszéria lakatosoknak adták át a sikeres vizsgák után az elismerő okleveleket. Összesen mostani napokban majd, akik vizsgát tettek, az körülbelül 230 személy, ez 19 szakmát érint, ami egy nagyon nagy szám, tehát soha nem volt még ilyen mesterképzési ütem. Ebben az is közrejátszik, hogy 2015. szeptember 1-től a törvény azt mondta, hogy csak azok oktathatnak a képzőhelyeken, akik mesterlevéllel rendelkeznek. Most ebben van egy kis időben kitolódás, de látszik egyértelműen, ezt komolyan vették a vállalkozók, és úgy gondolom, egy jó lehetőség arra, hogy éljünk a szakmunkás tanulóképzés lehetőséggel. A mestercím viselésére olyan szakemberek jogosultak, akik a sikeres mestervizsga letételét megelőzően legalább 5 éves szakmai gyakorlatra tettek szert, és akik készek új ismeretek elsajátítására, szakmai munkájukat pedig folyamatos tudással kívánják még jobbá tenni. Szeretem a szakmámat, és szeretném, hogy a következő nemzedéket szakmára tanítani. Szeretem a gyerekeket, a diákokat is, úgyhogy én egyébként már volt tanulom, úgyhogy mindenképpen szerettem volna ezt papírformájában is megszerezni. 2016-tól a mesterlevél megszerzése alapvető elvárás lesz a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberek számára, így a kamara várja minden olyan érdeklődő jelentkezését a mesterképzésbe bevont szakmák esetében, akik készek új ismeretek elsajátítására, szakmai munkájukat pedig folyamatos tanulással kívánják még jobbá tenni.